nem túlzás kijelenteni azt, hogy 2024 Nicolas Cage éve. Nagyon régen volt már olyan éve cage amikor egyetlen pocsék filmben sem szerepelt, de arra aztán tényleg régen volt példa, hogy egy olyan karakter bőrébe bújhasson, akit nagyon nehezen fogunk elfelejteni. De most ez is megtörtént. Itt a Long Legs a Rain, egy film, aminek a marketingje olyan pocsék, hogy legszívesebben megcsapkodnám egy büdös lazacsal. Mert akármennyire is azt akarták kommunikálni, a Long Legs nem egy horror. Vagyis részben az, mert valójában egy horror elemekkel dolgozó pszichológiai thriller, ami bőven belenyúl a természet feletti feliratú vödörbe is, hogy kiemeljen belőle néhány alkotó elemet. És nem arról van szó, hogy a Long Legs ne lenne ijesztő, csak nem úgy, ahogy azt elsőre ígérte. Nincsenek benne váratlan helyről érkező ijesztő mozzanatok, nincsenek benne sötétből előugró szörnyűségek, alig akad egy-két olyan pillanata, amitől az ember egy picit felriad a székéből. Osgood Perkins író rendező inkább máshová helyezi a fókuszt. Ő egy új hetediket akar, ami bőven túllép a földhöz ragadt kereteken, kikacsint a természet felettire is annyira pontosan tudja a dolgát, hogy az már önmagában is ijesztő. Csak ez lehet, hogy nem fog leesni elsőre. A Long Legs ugyanis nem tökéletes film, és simán előfordulhat, hogy elveszti a nézőjét nagyjából a film felénél. A tempó ugyanis akármennyire is lassú az egész filmben nem egyenletes, és a story is kissé csapongva bomlik ki, és ez a story lehet, hogy elsőre nem is áll össze. A történet főhősnője Lee Harker FBI ügynök, aki különleges képességekkel rendelkezik, rá tud érezni dolgokra, ami egy-egy nagyon nehéz ügyben kifejezetten jól tud jönni, meg ugye a lottónál, de az egy másik történet. Ez a nagyon nehéz ügy pedig meg is találja őt. Családok halnak meg már nagyon régóta elég különleges módon. Látszólag teljesen normális apukák örülnek meg és gyilkolják le a családtagjaikat, a helyszínen pedig mindig találnak egy levelet, amin kódolt írással szerepel valami szöveg, valamint egy név, Longlegs. Ezt a bizonyos Longlegs-t azonban nem tudja elkapni az FBI, még csak sejtésük sincs, hogy ki lehet. Harkert beveszik a nyomozásba, és rövid úton nyakig belemerül, vagyis inkább Longlegs próbálja maga alá gyűrni az ijesztő arcával. Mert Longlegs ijesztő, mint az állat. Nicholas Cage torz arcú karaktere tulajdonképpen nem csinál semmit, csak vékony hangon beszél ronda, és mindig mosolyog, de a frászt hozza ráda annyira, hogy bár nem féltem a film alatt, napokkal később is kísértett a karakter és a film hangulata. És pontosan ez az, amit a Long Legs akar. Teljesen észrevétlenül vesz körbe, és amikor megtörténik, akkor sem veszed észre, hogy mit csinált. Lassan építi fel a sztoriát, ami a végére kisé Blődlinek tűnhet, de valójában egy marha pontosan kivitelezett látványos halálugrás, csak éppen simán előfordulhat, hogy ezt nem fogja mindenki észrevenni. A Longlegs ugyanis okos! Egy jó darabig egy sima pszichotrialerként működik, amiben egyszerre idéződik, meg a bárányok hallgatnak, és a hetedik, majd sávot vált és rövid idő alatt felvezeti az ügy megoldását, már közel sem annyira szögegyenesen és egyértelműen, mint ahogy korábban tette. Ez pedig képes zavarba ejteni a nézőt, hiszen fogalma sem lesz, hogy mi a fenét látott. A Long Legs nem akar az a film lenni, amit az ember megnézése elfelejt. Azt akarja, hogy a nézőjét érdekelje, mi a franc történt, és dolgozzon továbbra is benne a film, akár napokkal, hetekkel a megnézése után is. Nicholas Cage és Michael Monroe mindent megtesznek, hogy ez megtörténjen, a film nyomasztó képi világa pedig egy pillanatra sem fogja engedni, hogy kidugjuk a fejünket a víz alól akit ez a hangulat meg tud venni kilóra, plusz két játéka is boldoggá tesz, már ha lehet ilyet mondani egy ilyen film esetén, az biztosan az év egyik legjobbjaként fog emlékezni a Long re De nem tudom hibáztatni azokat, akik elvesznek útközben. Azokat sem, akik azért jöttek, mert az év legiesztőbb, legsokkolóbb horrorjára vettek jegyet, és csalódnak, mert nem erre számítottak. A Long nem véletlenül lesz megosztó. Nem való mindenkinek. Nem adja magát könnyen akkor sem, ha úgy tűnik. Az a célja, hogy a végén zavarban érezzük magunkat, és teljesen biztos, hogy bárhogy is legyen, el fogja érni a célját. Annak ellenére is, hogy a végkifejletet már jó előre látod, és hogy nem túl elegánsan folyamatosan a szádba rágja, hogy nagy valószínűséggel mi fog történni. És meg is történik, hogy aztán egy olyan ponton hagyjon ott, ami nem akar kedvezni a könnyű értelmezhetőségnek. És valahol ez is a titka. Nem akar könnyű lenni, és igen, ott akar hagyni abban az utolsó pillanatban, hogy ne menekülj onnan, hogy zavarjon, idegesítsen és felzaklasson. A Long Legs így lesz egy feszült pszichotriller, amiben Nicolas Cage felejthetetlen alkot, és ami kísérteni fog még nagyon sokáig, csak nem mindenkit aki csak egy egyszerű filmre vár és nem akar dolgozni vele a megtekintése után, vagy egy igazán ijesztő horrort vár, csalódni fog, aki viszont nem ijed meg egy kis plusz munkától, az valóban az év egyik legemlékezetesebb mozis élményét kapja, ami másképp hozza a frászt az emberre, mint egy átlagos horror. Mert a horror nem mindig a látható dolgokban rejlik, és néha jobb is, ha nem látjuk az igazi horrort. Az viszont biztos, hogy ha Nicolas Cage-et látnám ebben a maszkban, úgy futnék, mint Forrest Gump. Csak futnék, futnék a vakvilágba. Bár lehet, hogy a sátán futna utánam. Mondjuk akkor tényleg elég gyorsan futnék. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Köszi!